Szalai Zsuzsa virágkötővel arról beszélgettünk, hogyan készülnek Minden Szentek ünnepére, és melyek azok a koszorútrendek, amelyek az idén népszerűek. Az esküvő szezon kitolódása miatt idén rövidebbre nyúlik a Minden Szentek ünnepére való felkészülés. Eléggé le van rövidülve az időnk arra, hogy a vevők felé egyértelműen meg tudjuk mutatni a kínálatunkat. Itt ugye, amit még hozzá kell, hogy főzzek, hogy az esküvő szezonok most egy kicsit ugye kitolódnak, ezért így rövidebbé válik a Minden Szentekre való felkészülés, vagyis szorosabbá, de attól függetlenül, tehát igyekszünk mindenféle minőségben, árban, hogy mindenki megtalálja maga pénztárcájának megfelelőt felkészülni, tehát annak megfelelően felkészülni. Így, tehát most én azt tapasztalom, hogy igaz, hogy még most léptünk be az október hónapban, de már most vannak érdeklődők, nézelődők, feltérképezik, hogy mik lesznek a kínálatok, érdeklődnek, válogatnak a meglévő portékák közül, és de vannak egyéni elképzelések, azt nyilván azt ugye tiszteletben tartjuk, a színvilágot és a formai hatást, ki miért szeretne letenni a szerettei sírjára. Majd ami most egy kicsit más, mert más kell, hogy megmutassunk, ugye, mert ugye ugyanúgy a Minden Szentekben is van egy kis trend, más, finomabb, kecsesebb dolgok, ezt így mondhatjuk egyértelműen, mert ugye mindenki igyekszik a temetőben is a minőségi sírokat, a minél szebbet szeretne az elhunyt szeretteinek, és ezekhez már nem mindenki szeretné oda tenni a műanyag koszorúkat, nem szeretné rátenni, amiben drót van, vas vagy egyéb, és ugye ezeket most már ugye ki kell, hogy iktassuk, és szemmel kell tartani, hogy a gránit, vagy éppen az ő saját sírokra, hogy ne kenjük össze. Így nagyon sok a kerámia, kis könyvecske, angyalkák, tehát meg számtalan formai hatás jelent meg, amiben tehát bele lehet készíteni a kis mécsest, bele lehet rakni azt a kis minőségi virágot, amit ugye le tud helyezni, és ez később, tehát nem fog összekenni semmit sem. A továbbiakban arról is szó esett, hogy némi áremelkedés történt, amely igazából az alapanyagok árának emelkedése miatt következett be, de a virágboltos azt is elmondta, hogy mindenki kedve és igénye szerint választhat kínálatából. Egy picit azért szem előtt kell, hogy tartsuk, hogy azért valamennyi áremelés volt minden téren. Ezt beleértjük a ragasztópisztolynak, tehát maga a kiegészítőt. És mire elkészül egy koszorú, bizony minimális, tehát minimálisra mondanám, az áremelkedést. Tehát igyekszem a múlt évhez képest, tehát tartani az árat, igyekszem összehúzni a keretet, hogy mindenki megtalálja az ő saját pénztárcának megfelelőt, de tehát itt is van egy határ a részünkről, hogy amit bele kell, hogy tegyünk, tehát annak ott kell, hogy legyen. De van, aki szeretne nagyon szépet, van, aki szeretne extra minőséget, tehát nyilván ő is ugyanúgy ki lesz szolgálva, tehát az ő ízlésének megfelelően. Szalai Zsuzsa virágos arról is szólt, hogy gyakori, hogy kisebb gyermekek mécsessel, egy-egy szál virággal emlékeznek meg elhunyt szeretteikről. Aki nem fog letenni koszorút, vagy aki csak egy-egy távolabbi rokonához szeretne tiszteletét tenni a sírnál, így ő csak visz egy mécsest egy szál krizanténnal. Tehát ez lehet egy kis unoka, mert érdekes, hogy azért a Minden Szentekre azért a kisebb korú gyerekek is már jelen vannak, és a nagymama sírjára, tehát a szülő, tehát már felkészíti, hogy azt a kis mécsest, azt ő maga helyezze el oda. És ez egy nagyon szép dolog, mert hát valahol itt is egy nevelés hajtunk végre a szülő részéről.